Idén második alkalommal rendezték meg az informatikusok éjszakáját. Ennek az eseménynek két fő célja volt. Az egyik az, hogy minél jobban bemutassák a műszaki informatikai kart és annak sajátosságait, a másik pedig az, hogy magáról a szakmáról, az informatikáról adjanak részletes tájékoztatót az érdeklődőknek. Ez azért is fontos, mert manapság semmilyen szakmát nem lehet elsajátítani informatikai tudás nélkül. Ez a rendezvény nem csak azoknak szól, akik a szakma iránt érdeklődnek, hanem olyan embereket is szívesen várnak a városból vagy a környékről, akik bepillantást szeretnének nyerni az informatika rejtelmeibe. Különösen ügyelnek arra, ha valaki a tovább tanulás iránt érdeklődik, akkor megismerhesse azt, hogy mire számíthat, ha bekerül a Pannon Egyetemre. Fontos a diáknak az, hogy megtalálja az érdeklődésének megfelelő pályát hiszen az nagyon sok időt, energiát, pénzt veszít, aki pályát módosít. Tehát fontos az, hogy megismerje megalapozott módon, eldönthesse az, hogy mit akar, és akkor arra fel tudja építeni a szakmai pályáját. Az informatikusok éjszakáján több program közül választhattak az érdeklődők. Olyan előadásokat láthattak a diákok, amelyek az optimalizálásról, a képfeldolgozásról, vagy éppen a nanotechnológiáról szóltak. Az egyik hallgató nyilatkozott arról, hogy mi volt a célja előadásának. Szerettük volna, hogy nem csak a nagy távlatokban hallanak arról, hogy mivel foglalkozunk itt, hanem egy kicsit bepillantást nyerhetnek a mindennapjainkba, és a leendő hallgatóknak egy kis kedvet csináljunk a jelentkezéshez és a fajta munkához. Az informatikusok éjszakája iránt idén viszonylag sok ember érdeklődött. Évről évre a cél az, hogy minél több ember figyelmét felkeltsék a rendezvény iránt.